Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Omkára Veres Andrást, a Sivananda Yoga Központ mesterét és alapítóját, illetve minden kedves megjelentet az eredeti fény Zen templomban. Ezennel felkérem a tiszteletre méltó Omkárát, hogy tartsa meg beszédét. Nagyon nagy örömmel köszöntelek benneteket. Mint mondtam, hogy 5-6 főre készültem. Erre most fogtátok magatokat, azt megtöltöttétek a templomot. Hogy csináltátok, azt nem tudom, de nagyon örülök, hogy ennyien vagyunk itt. Hogy miről beszéljünk, tulajdonképpen az előadást már elmondtuk benne a teázás közben, úgyhogy a maradékot fogom elmondani már csak. Volt egy ilyen alcíme ennek az egész előadásnak, a Bodhisattva út és a Sivananda út. Mivel nem ismeretlen teljesen a buddhizmus számomra, bár nem szeretném elmondani a buddhista részt szunim helyett, akárhol jártam a világban, mindenütt megragadtam a lehetőséget, Tájföldön, Japánban, Kínában, Sri Lankán, ahol csak lehetett a pihenőhelyeim, mind buddhista szentélyek voltak, a legvarázslatosabbak azok Japánban voltak, olyan helyeken, ahol volt, amikor a szentély egy nagy fa gyökere alatt volt, és amilyen precízek a japánok, egy picike kis szigeten, amennyire precízek a japánok, egy teljesen kis hő- és hangszigetelt környezetet biztosítottak ebben a kis sziklaodunak, legjobb meditációim ott történtek. Tehát vannak szép emlékeim a buddhizmussal kapcsolatban. Amiről szerettem volna a Sivananda útról beszélni, az annyira közös veletek együtt, hogy nem lehet nem ráfordítani a figyelmet, még akkor is, hogyha sok kijelentés ennek az előadásnak esetleg nem lesz szimpatikus vagy szívmelengető. Ugyanis biztos tudjátok, hogy egy orvosi egyetem az legalább 7 év, akkor az önkiteljesedés iskolája egy picikét hosszabb. És amivel folyamatosan szembenézünk, hiszen az előadásnak a témája egyben az egyén és közösségnek a viszonya is, hogy meddig kell nekem különálló tanítványként tanulnom, mikor kell bejönni a közösségben és miért, mi a szerepe a tanítónak és miért, és hogy alakul ki ez az egész rendszer, aminek mindössze 3 eleme van. Van egy tanító, van egy tanítás, és van egy közösség vagy szanga, ahogy itt is nevezik nálatok. Igazából, ha valaki nem csak melegedni jár be egy közösségbe, akkor igénye van arra, hogy kockáról kockára fejlődjön. Tehát nem azért megy oda csak be, mert meleg van, meg jó ételeket adnak, hanem azért, hogy a saját önfejlődését biztosítsa az a közösség, és mindnyájan rendelkezünk egy varázslatos eszközzel, amit úgy hívnak, hogy ego, amiben megvan nekünk a magunk kis anyagi világbeli egónk, azzal keresünk pénzt, azzal próbáljuk megmutatni a világnak, hogy mennyire csodálatosak vagyunk még akkor is, ha nem vagyunk azok. És amikor bemegyünk egy spirituális intézménybe, akkor látjuk, hogy itt egy picit váltani kell ezt a nagy világi egónkat, megpróbáljuk egy picikét leszelídíteni, lecsendesíteni, majd amikor elkezdjük gyakorolni az alázatot, elkezdjük gyakorolni az önátadást, és ezt nem azért gyakoroljuk, mert ezt várja el a tanító, hanem ez az ego lebontásának az egyik eszköze, mert ameddig megmarad a nagyvilági egónk, addig egy, mint ez a pohár, bent vagyunk bezárva a pohár falai közé,
és nem tudunk határtalanok és időtlenek legyünk, mert a pohárnak ott vannak a falai. És ha összetöröm a poharat, az ego falát, akkor úgy fog szétfolyni a víz, mint 5 perccel ezelőtt. Határtalanul folyik szét, amennyire lehet. És pont ez a cél, széttörni a poharat, mert különben nem tudod megtapasztalni sem az időtlenséget, sem a határtalanságot, sem a teljes üdvösséget vagy boldogságot. Tehát ez egy folyamat, aminek előírt lépcsői vannak. Az előbb, ahogy hallottátok Csongan Szunimtól, rögtön a legmagasabb szintekről kezdett volna beszélni, ami az út vége, az ösvény vége, amikor már az ember úgynevezett jiva muktaként él, azaz a fizikai testben megvilágosodottként, de már a pohárból szinte nincs semmi. Átélte a saját időtlenségét, a saját határtalanságát, és egy olyan üdvösségben vagy boldogság állapotban él, amit nem cserél már fel semmiféle világi vagy érzéki örömért. Mint beszéltünk, biztos hallottátok, hogy Indiában is voltak 10 000 fős buddhista egyetemek évezredekkel ezelőtt, ami azt jelenti, hogy volt mit elsajátítani, de a volt mit elsajátítani mellé oda kell tenni, hogy volt mit gyakorolni, mert legalábbis a jóga világában sokkal nagyobb jelentősége van a gyakorlásnak, az elmekontroll gyakorlásának, mint magának az elméleti ismeretek egymásra rakásának. És rögtön az elején az ember, mikor betér az első ilyen helyre, mint ez a templom, rögtön egy csomó korláttal, akadállyal és kérdéssel kerül szembe, vajon jó templomba járok? Vajon a másik az nem jobb? Vajon ha átmegyek egy másik buddhista közösségbe, nem kapok-e többet? És nagyon sokáig az embernek az úton ott van ez a nyomorult akadály, hogy az ego állandóan kísért téged, az elme úgy akar uralni, hogy bármit felkínál neked, csak ne fejlődjél. Amíg nem ébredsz rá arra, hogy gyakorlatilag szolgaként éled az életedet, az érzékeid rabjaként, az érzékek nem mások, mint az elmének a kidugott csápjai, addig nincs szabadulás, és ezt a szabadulást pontosan egy szó hozza helyre, ezt pedig úgy hívják, hogy egyhegyűség. Fókuszáltság, és tök mindegy, hogy itt az Zen templomba vagy fókuszált, a Sivananda Yoga központba, vagy valamilyen kagyu központban, a fókuszáltság a kérdés. És van a jogában egy nagyon szép tanítás, ez pedig így hangzik, hogy ismerj meg sok mestert, de kövess egyet. Egy mantrád legyen, egy fókuszpontod legyen, egy tanításod legyen, egy tanítód legyen. És a legtöbb idő pazarlás azzal töltődik el, hogy itt vagyok, hát, milyen a főnök, hogy néz ki a templom. Nem azzal törődsz, hogy tudsz-e tudást szerezni, tudsz-e fókuszált lenni, tudsz-e egyhegyű lenni, mert az elme egyhegyűsége fog majd abba a szamádiba átsegíteni téged, amiről ábrándozol, vagy amiről, amit kitűztél célul. A jóga világában
27 éve vagyok jogaközpont vezető. Vannak emberek, akik 5 évenként térnek vissza. Szóval ti vagytok a legjobbak. Rögtön elkezd intézkedni, hogy máshonnan hozott újabb módszereket. Mondtam, figyelj ide, úgyis csak egy hónapig maradsz itt. Ne dúld fel a rendszert. Szépen nézzél szét, ha akarsz, gyere, tartsál órát, úgyis mész egy hónap múlva, majd 5 év múlva visszajössz, megint elmondod a tapasztalataidat. Ezek a viszintes utazások rabolják el az életerőnket és az energiáinkat, ugyanis ha az illető azt az energiát, amivel kipróbálta a többi 50 jóga központot, ha az fölfelé építkezte volna, akkor már a World Trade Centerre is lefelé nézhetett volna. De nem indult el fölfelé, mert belülről mindig ott volt a kétség. Ott volt a kétség, az ego ott rikoltott, hogy nekem, hát ha másút jobb lenne. És itt jön magának az intézménynek a rendszere, különösen a mi Sivananda rendszerünkről tudok beszélni, külön kérem a Sunimot, hogy beszéljen a saját rendszeretekről, elsősorban azért, hogy megismerjem én is jobban, magában a Sivananda rendszerben, ahogy a mesterünk tanította, 12 évet illett tanítványként eltölteni a rendszerben, kockáról kockára építkezni, aszerint, ahogy a tanító tanította. A Sivananda rendszernek az a titka, ha van titka neki, hogy a mester elérte a legmagasabb tudatállapotot, amit Asampradnyata Samadhinak, vagy bármilyen másfajta elnevezések is vannak a különböző ágakban, és ezt a receptet odaadta a tanítványoknak, és az attól Sivananda rendszer, hogy megtanult ő saját maga kiteljesedett tanítványokat képezni, és semmi más dolog nincs, mint nekem kellene kockáról kockára építkezni. Miért nem megy ez olyan könnyen, mint az egyetemen? Azért, mert az egyetemen folyamatosan benn kell lennem, és rákényszerítenek különböző külső pressziókkal a fejlődésre. Itt viszont, ha a közösségbe, vagy a Sivananda közösségbe bejössz, egy alaptanfolyam, utána bejárok jogázgatni, vagy van kedvem tovább menni, vagy nincs kedvem tovább menni. Ott adnak egy jogi diplomát, egy orvosi diplomát. Az önkiteljesedés diplomája nem annyira népszerű. Nem annyira népszerű, holott ezért vagyok itt. Azért jöttem ide, hogy fejlődjek. Azért jöttem ide, hogy változzak. És azért kell visszajárni mindig a spirituális közösségbe, mert a hasonszőrűekkel, a hasonló problémákkal küszködő emberekkel beszélgetve hirtelen erősebbnek érzem magamat, mint egy másik közegben. Gondoljunk arra, 40 évet repültem, egy pilóta közösségben éltem, stewardessekkel, ahol a világi kérdések ezerszer nagyobb hangsúlyt kaptak, mint a spirituális kérdések. Nekem az, hogy a New York-i jóga központba 10 óra repülés után be tudtam menekülni, és még a főnök is azt mondta, a tanítom, hogy te figyelj ide, aludj itt ezen a pár centi vastag szivacson, mert ez sokkal jobb, mint az ötcsillagos szállodának a szobája. Ennek a rezgései sokkal jobbak. Azaz a szangára, a közösségre két dolog miatt mindenképpen szükség van. Az egyik az, amit már elmondtam. A másik pedig az, hogy a legmaximálisabb tudást szedjem itt össze, próbálgassam meg a gyakorlást,
menjek tovább, és akarjak 12 évig legalább kockáról kockára építkezni. Ha ez megtörténne, akkor megértenétek, hogy miért csinálja a szunim azt, amit csinál, vagy miért csinálom én azt, amit csinálok. Semmi más nem csinál egyikünk se, mint egy olyan melót, aminek a világ legalacsonyabb órabére van, mert reggeltől estig tart, és 27 éve, neki nem tudom hány éve tart, és semmi más nem próbál csinálni, mint hogy legyen egy hely, ahova el tudjanak jönni a tanítványok, legyen tudás, amit tovább tud adni, törődni személyesen a tanítványokkal, hogy fejlődhessenek, és közben szaladgálni építési engedély, vízművek, csatornázási művek, elmű, és amit el tudsz képzelni, mindent, ami megfizethetetlen. Akkor értettem meg, hogy milyen munkát végzek. Itt van a hegy túloldalán az ashramunk, Budapesten van a 400 négyzetméteres központunk, és itt értettem meg, hogy aki ezt a munkát felvállalja, aki papnak ment, annak misézni kell, mindenesnek kell lenni, hogy amíg repültem, fogtam magam, kitotyogtam a repülőtérre az autóval, beültem a repülőgépbe, slusszkulcsot elfordítottam, nincs slusszkulcs a repülőgépen. Szépen elvándoroltunk Japánba, és akkor 8 napig ott tébláboltam egyik kolostorból a másikba, kaptam a fizetésemet, majd hazajöttem, levetettem az egyenruhámat, és gond nélkül a következő járatig élveztem az életet. Egy jogaközpont vezetőnek, vagy egy apátnak, ez a fogalom ismeretlen. Attól a pillanattól kezdve, hogy fölvette ezt a puttonyt, amit úgy hívnak, hogy apáti teendők, ami a WC lehúzótól a nirvánáig tart, ezt neki csinálni kell, addig, ameddig bírja. És hogy a zen közösségnek mi lesz a sorsa, vagy a Sivananda közösségnek mi lesz a sorsa, az attól függ, hogy lesznek-e méltó utitársai, akik szomjúzzák ugyanannyira a tudást évről évre, mint ahogy annak idején ő is, vagy én is szomjaztam. Befejezve az egész gondolat és eszmefuttatást, amivel nekünk teázásnál újra és újra megoldás kereső beszélgetéseink vannak, az mindig arról szól, hogy ha kitesszük a lelkünket, ha szeretünk, ha morgunk, ha bátorítunk, akkor is borzasztóan nehéz felébreszteni a szívekben azt az igényt, hogy a belső inspirációtok úgy találkozzon a külső inspirációval, amit itt kaptok, hogy elinduljatok fölfelé. Mert ez az épület minden ezt az egyetlen egy célt célozza, hogy minél kevesebb ember legyen, aki szenved, minél több boldog ember legyen, és minél több ember tudjon az önkiteljesedés útjának lépcsőit járni. Most beszéltünk a fluktuációról egy picit. Nem csak itt van, New Yorkban is. Épp mondtam, hogy 2 stabil elem volt évekig a jóga központban. Az egyik a New York-i jogaközpont macskája, a másik meg én. Muktinak hívták a macskát, és vegetárius volt, és szuper jó fej volt. Ő meg én megismertük egymást, a többiek azok mások voltak. És nekünk, ahogy ismeritek ezt a yint meg a yangot, azt hiszem mindenki ismeri, most egy olyan időszak van,
amikor szóródik szét az emberiség elméje, egyre szétszórtabbakká válunk, és egyre kevesebb egyhegyűségre, fókuszáltságra vágyó ember van, és aki elindul, azok közül is nagyon sok elbátortalanodik. És mi pedig azon törjük a fejünket, hogy hogyan tudnánk benneteket sokkal jobban szolgálni, azért, hogy ne legyen ekkora fluktuáció, azért, hogy mindenki csak egy lélegzettel több energiát tesz bele, sokkal előrébb mennénk, ahogy Gandhi mondta, az, amit megteszel, és a között, amit megtehetnél, akkora a különbség, hogy az egész világot megváltoztatná. Erre szerettem volna ma fókuszálni, erre szeretnék mindenkit inspirálni, és nem a Sivananda Joga Központba áthívni, hanem mindenki ott, ahol van, ott, ahol úgy érzi, hogy most már holnap reggeltől kezdve elég volt a viszintes kirándulásból, elindulunk fölfelé. Ezt kívánom nektek. Hálásan köszönöm ezt az inspiráló bevezetőt. Én is szeretettel köszöntök most a bevezető elején mindenkit, és Omkára beszélt a tudásról, a fokozatosságról, a rendszerességről, és bárcsak olyan tudást tudnék, mint zenmester fölmutatni, amiért érdemes idejönni. Nem tudunk ilyet. Tehát, hogyha lenne valami olyan tudás, amitől te itt megvilágosodottabban mennél ki, akkor én azt nagyon szívesen odaadnám neked, persze egy apró darabokban, nem rögtön mindet egyszerre, úgyse bírnád el. De nincs ilyen. Tehát itt sokkal inkább arról van szó, hogy te magadból feladj téves nézeteket, és megtanuld elfelejteni azokat a ragaszkodásokat és hamis azonosulásokat, amelyek a Buddha természetet kiteljesedését gátolják. Az, hogy egy ennyire traumatizált társadalomban, mint a modern, és nem csak a magyar, miért ennyire nehéz közösséget építeni érdekvezéreltség nélkül, azt szerintem mindenki előbb-utóbb látja. Érdekvezérelt csapatokat nem nevezném közösségnek, mert hogyha már nagyon sok az érdek, akkor az nem közösség, hanem valami erőltetett dolog. Nagyon könnyű létrehozni, csak meg kell nyomni a vágy és a harag gombjait. És akkor emberek összeverődnek valamilyen érdek mentén, valamilyen közös cél mentén. Na most a zenben, és merem mondani, amit eddig láttam a Sivananda jóga rendszerben, nincsenek önös célok. Tehát, hogyha az ember spiritualitást gyakorol önös célból, akkor a jiva mukta helyett egy jiva bukta van, és az érző lény akkorát perecel, hogy a szamszárikus körforgásnak így a vastagjából nagyon sokáig nem jön ki. És ezt azzal szeretném megvilágítani, hogy ha te pusztán önös érdekből vagy akaratból szeretnél bármiféle felébredést vagy nem kettősséget gyakorolni, akkor pont a saját énséget fog az utadba állni. Na most, amikor itt a tudás hiányáról beszélek, az nem azt jelenti, hogy nem tanulsz. De amikor megtanulod, főleg a zenben, nem tudom, hogy ez a jogában hogy érződik, az emberek többsége azt mondja, de hát én ezt mindig is tudtam. És miért nem tetted? Miért nem vált véreddé? Miért jutottál a válsághelyzet kellős közepére? Miért nem váltál azzá? Miért vagy még mindig egy szerep, és nem tértél vissza a rendezőhöz? Itt, amivel ígérgetés nélkül és félelemkeltés nélkül tudunk operálni, ez a látás maga, ugye vidya, ez mindenkinek ismerős, és az erre épített tapasztalás, hogy amikor visszatérsz a gondolkodás elé, akkor a ti lényegetek, Omkára lényege, ennek az embernek a lényeg, és a madarak lényege ugyanaz a lényeg. Tehát az ember ezt, hogyha hanggal, tapasztalással egy pillanatra demonstrálni szeretnénk, az ez. Ebben a pillanatban, a gondolkodás előtt
mindenkinek a lényege ugyanaz. Miért megjelenik a gondolkodás? Már megjelenik az énség is. És amennyire egyszerű ezt fölfogni egy másodpercre, annyira nehéz ezt egy évre, 12 évre, egy életre megtartani, vagy továbbvinni. Itt a lényeg tapasztalása azt is jelenti, hogyha egy másik lény szenved, addig te még nem szabadultál meg teljesen. Lehet, hogy az egyén szintjén igen, de ha a párod szenved, akkor a párkapcsolat szintjén nem, mert az ő szenvedése húz le téged is. Ugyanez a családnál. Tehát lehetsz te egy megvilágosodott anyuka, apuka, fiú, lány, férj, feleség, hogyha a család többi része még a szamszárikus körforgásban a WC lehúzót használja állandóan a saját karmájára, akkor te még nem szabadultál meg. És ezért érthető szentségének a 14. Dalai Lámának a fogadalma csoportszinten, hogy amíg akár egyetlen egy emberi lény is szenved a szamszárában, addig szülessem én újra megszabadítani őt. Tehát a bodhiszattva azt jelenti, amit azt a következő előadásban ki fogjuk bontani, hogy akár tárgyas, akár tárgyatlan tudatról van szó, akár csirátlan szamádi, amelynek már ugye nincs további következménye, akár pedig egy olyan tárgyas tudat, amely még következményekkel jár, a lényeg ugyanaz, hogy amíg akár egyikünk is benne van a kőkemény dualitások illúziójában, a hamis azonosulások tengerében, addig a te személyes megszabadulásod nem teljes. Miért? Mert össze vagyunk kötve. A lényeg szintjén össze vagyunk kötve. Amennyire nem veheted át mások karmáját, és csak a sajátodért tudsz felelni, olyannyira hat rád mások karmikus adóssága. Hát elemi érdekünk, hogy segítsünk másoknak kiszabadulni a szenvedés körforgásából, hogy a magunk megszabadulása teljes legyen, és ezáltal az övé is, fordítva az övé által a sajátunk. Tehát mások segítése nélkül a személyes megszabadulás nem érhető el. Ez egy olyan gyönyörű paradox, hogy ezt így tessék szíves hazavinni, mert ez a bodhiszattva út lényege. Tehát a bodhiszattva akármilyen magas szintű felébredést ért el egyénileg, tudja, hogy jön vissza a többiért, hogy a sok dzsíva bukta, az végre fölkeljen a padlóról, és legyen szíves tovább menni. Menni egyenesen szépen a nem tudható, de tapasztalható önvaló irányába. A másik paradox, hogy ezt közösségi szinten lehet a legjobban gyakorolni, mivel, ahogy a Szungszán Zenmester mondta, ez úgy működik, hogy amikor a burgonyát így kilóstul, beleöntöd egy nagy vajlingba, ahogy láttad, a víz az nagyon gyorsan folyik, és elkezded a vajlingot így kevergetni egy bottal. És akkor a krumplik ledörgölik egymást a vízben. Nem kell annyit hámozni. Úgyhogy a bodhiszattva út az egyén és a közösség egyensúlyára épül. Szintén szükség van a hagyomány három alapelemére, hogy tanító, tanítás, tanítványi közösség, de a te egyéni erőfeszítésed egy közösségben rengeteg tükröt kap, és te is önkéntelenül, véleményalkotás nélkül tükröt tartasz a másik embernek, már csak a jelenléted által. Még meg se szólaltál. Úgyhogy amikor arról van szó, hogy realizáció és közösség, akkor a realizációnak az az eredménye, hogy bizalom alapú, transzcendens irányultságú, szabadon egyesülő tömeg helyett közösség van. Tehát nem tömeg van, hanem közösség van. Ez nagyon fontos. Úgyhogy az érdekvezéreltség helyett egy olyasféle önzetlen segítség lesz a motivátor, amelytől mindenkinek a szó hétköznapi értelmében jobb lesz. De amíg össze vagyunk sajtolva különböző ego felületekre csak a saját téves nézeteink által, addig ez nem fog megtörténni. Tehát itt remény és félelem, ígéret és kudarc nélkül lehet létezni. Pusztán azért, mert mindenkinek van úgynevezett buddha természete, tehát a felébredésre mindenki képes, és abban a mértékben fogunk együtt haladni, amilyen mértékben erre rájöttünk. Hogy egymás segítve lehet az úton leginkább messzire érni.
Egy afrikai mondással zárnám, ha gyorsan akarsz menni, menj egyedül. Ha oda akarsz érni, menjetek együtt. Tehát én csak azt látom, hogy a lojalitás, önzetlenség, összetartás, ezek nem jönnek könnyen. A bizalom, az együttérzés, a bölcsesség nem jönnek könnyen. Ezeket nem lehet külső parancsra tartósan az emberekbe beleplántálni, mert akkor az első mozdulattal elvettem azt az autonómiát, amelynek a kifejlesztésére és tréningezésére törekszem. Tehát hogyha ezt a oda akarsz érni, menjetek együtt, félmondatot jól értetted, akkor látod azt is, hogy a közös cselekvésre, az együttműködésre miért van szükség. Tehát ebben a közösségben az autonómia és együttműködés egyensúlyát szeretnénk nagyon jól tanítani, ahol az egyén, a párkapcsolat, a család és a csoport, azaz a közösség, az a Zen platformján helyesen tud együttműködni. Ekkor a helyzetfelismerés, kapcsolatteremtés és cselekvés mind a helyén lesz. Ekkor érzed azt, hogy segítesz magadon és másokon egyaránt. Úgyhogy ha ebben segíthetünk most bárkinek, akkor kérlek, tegyétek fel a kérdéseiteket. Szó volt arról, hogy tehát hogyha egyéni szinten éri el valaki a felébredést, akkor hogy ezt nem lehet elérni, mert hogy egymást kell segítenünk. El lehet érni, de megtartani már sokkal nehezebb, és amíg más valaki el nem éri, addig fél munkát végeztél. Kb. Így. Értem. És mi van azokkal az emberekkel, akik mondjuk elérték és tanítottak? Tehát, hogy nem tudom, ez így nem áll össze, hogy akkor ők is újra születnek, akik már elérték a felébredést. Tehát, hogy... Kérdezzük meg a Jóga Központ macskáját. Ő nekem milyen előző élete volt? Mielőtt átadnám a szót, csak annyit, hogy Kobong Szuném, amikor elköszönt Sung San Sunyimtól a tanátadás után, aztán még azért volt pár évnyi tréning, de halála előtt is azt mondta, hogy viszlát 500 év múlva. Tehát jönnek, csak nem olyan gyakran, mert elég nagy meló van, és utána jó egy kicsit pihenni. A jóga tradícióban egy nagyon érdekes, majdnem lelőttük a poént már, a meditáció egy szép napon át megy szamádiba, a szamádinak van 7 lépcsője, ez a tudatfeletti fokozatokról van szó, amiről mindig is azt tanították, hogy ne kérdezd, hogy milyen, mert nem lehet leírni, akármit mondasz róla, nem olyan. Tehát, ha szépen ennek a 7 lépcsős szamádinak, vagy tudatfeletti állapotoknak valamelyik szintjét még ebben az életedben eléred, akkor a következő létedben nagyon magas szintű, akár gyermekkorodban is szamádiba eshető tanítóként jelensz már meg, és abban az esetben, most én a jogatanítást mondom, mert nem szeretném a buddhizmus el fogja mondani a saját tanítását, azt tanítjuk, sőt, mi több, ezt írják az írásaink is, hogy ha elérted a legmagasabb szintet, akár 40 éves korodban, 50 éves korodban, vagy ahogy Swami Sivananda tette, 43 éves korában elérte, ami a legmagasabb szintet, de itt van neki egy úgynevezett erre az életre kimért prarabdha karmája, ami azt jelenti, hogy még 33 évig itt kellett lenni neki tanítóként, és amikor eltávozik egy ilyen tanító, akkor a védák szerint, ez gyönyörű szépen az úgynevezett Kata Upanishad írja le a védákból, szépen kivezeted az életerőt a fejed tetején, és ez a tanítás szerint többet nem jössz vissza, elérted a tiszta tudatot, és kiszabadultál a születések és halálok körforgásából, a szanszárából, elérted ezt az úgynevezett Sat-Chid Ananda állapotot, amit úgy képzelj el, mintha az elme világa egy ilyen kis burok lenne, és te kidugod a fejedet oda, ahol nincs tér, nincs idő, nincs ok, nincs okozat,
tudás van, időtlenség és abszolút boldogság, ami eddig is ott volt benned, és hazatértél a színdarab előtti helyzethez. Köszönöm szépen. Következő kérdés. Én az egóról szeretnék kérdezni. Mindenütt hallom, hogy meg kell törni, meg kell semmisíteni. Ön is mondta, hogy akkor ennélkül a végén szétfolyunk. De ebben a nyugati mostani tanulási rendszerben, ez nem olyan, mint a keleti, hogy bevonulunk egy kolostorba, mondjuk ott a környezet miatt is kényelmesebb, idézőjelben kényelmesebb, de jobban tudunk arra fókuszálni, amit tanulni kellene. Ugye egy idő után elveszítjük a saját problémáinkat ezáltal. De ez a nyugati fajta, ami most ugye nálunk van, hogy de nekünk vissza kell menni innen. Tehát ki kell menni ugyanúgy az életbe. Nem inkább arról szól nálunk már most ez, hogy az egót inkább nem megtörni, hanem, mert kint muszáj valamit használni. Hát ettől vagyunk egyedileg. Én úgy gondolom, hogy ez nagyba segít abba, hogy meghatározza, hogy mi kik vagyunk. Mert ugye ez sugárzik belőlünk. Nem lehet, hogy ezt inkább csak meghaladni kell, vagy már olyan célra használni, ami ezt az utat segíti? Hát aki kezdje. Most egy 75 kilós embert látok ott, egy lekorlátozott tudattal, és most ebben a fázisban azt látod, hogy van te, vagy te, és vannak a többiek. Igen. És maga az, hogy te szép lassan bizonyos tudati technikákkal kiszabadítod a tudatodat az anyagvilág kötöttségeiből, börtönéből, megváltozik a látásmódod, mert egy megvilágosodott ember is eszik, iszik, alszik, az összes funkciót megcsinálja, csak a következő megjegyzéssel: add, hogy téged lássalak minden népben és formában. Ott már nem elkülönült ént látsz, hanem van egy kozmikus látomásod, ahol csak egységet látsz, és ennek az egységnek körülbelül úgy kell elképzelni, mintha kimész egy vadvirágos rétre. Rétnek nevezed, gyönyörű vadvirágos rétnek, ahol minden virágra szükség van, mert ez a rétnek a sajátossága. Most amikor az egóról vagy az egó lebontásáról beszélünk, hogy nem jobb-e az, hogyha vigyázunk itt a nyugati világban az egónkra. Két célrendszer van. A nyugati célrendszernél a fal fölfelé az értelem. Nem ismer tovább menni, mert fél, hogy ha fölé megy, ő már tudománytalanná válik. A keleti világban mindig ott volt a transzcendens. Ez a szó, hogy transzcendencia, meghaladni a legszélső határokat, és eljutni a terra incognitára, arra a területre, ahová már semmilyen gondolkodó lénynek nincs bejárása. Ezt úgy hívják, hogy pure consciousness, vagy tiszta tudat, amikor túl vagy ezen a birodalmon, és magának a földi létünknek ez a célja. Tehát tök mindegy, hogy New Yorkba élsz, Koreába élsz, vagy itt élsz Budapesten, egész életedben nyomaszt az, hogy halálfélelmem van, problémáim vannak, gondjaim vannak, és így tovább, és beteg leszek, egyszer meg fogok halni, és állandóan álszabadságokkal, áldemokráciával tömöm a saját agyamat, mint valami fájdalomcsillapító, mert nem merek a betegségemből kigyógyulni, és itt kell ezt a mondatot nagyon bátran kimondani: embernek lenni betegség. Embernek lenni betegség, mert aki nem beteg, az kiteljesedett. Tehát mindannyian a fejlettség valamilyen szintjén vagyunk, tehát
embernek lenni betegség, mert korlátozott vagyok térben, időben, okozatban, és olyan ragyogóan ki van találva ez a mátrix, hogy rengetegen haladták már meg, rengetegen léptek túl nagymesterek ezeken a korlátokon. Nem tudom, hogy válasz-e ez. Igen, mi a nem értem. Válasz? Ez olyan, mint a cél, amit ön elmondott nekem. Megyünk egy buszt mondjuk, vagy felszállok egy villamosra, és tényleg a szőr feláll az ember hátán tőle, tehát a szövegkörnyezet akármi, akkor én most nem jól tanulok? Vagy nem hat rám a tanítás? Tehát mintha nem fejlődenék, én nem érzem ezt a mindenki egy. Ez teljesen természetes, hogy nem érzed. Ez egy 8 lépcsős rendszer, aminek a 7. a meditáció és a szamádi szintjén történik már meg az, hogy egyszerűen ok nélkül válsz boldoggá. Egyszerűen ok nélkül kezded érezni a mindenséggel való egységet, ahogy Joe Dunn írta a 16. században, minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel, ezért hát sose kérdezt, ki élt szól a harang, érted szól. Ez megtörténik veled, ez a tudatállapot változás, ugyanúgy, mint hogy a tibeti halottas könyv is leírja a 6 bardót. Ugyanígy az önkiteljesedés is egyfajta olyan állapot, ami megtörténik veled. Nem lehet értelmezni, csak azt veszed észre, hogy hú, valami történt, boldog vagyok annélkül, hogy valami jó történt volna velem. Mert elindult belülről szétáramolni minden sejtemen keresztül a boldogság, és én voltam idáig az egyetlen gátja az önzésemen keresztül, az egóm uralmán keresztül, hogy boldog lehessek. Köszönöm szépen. Egoitás és személyiség azonos vagy különböző? Azonos szerintem. Akkor pokolba vagy. Tudom. Hát nézd meg egy sejtet. A sejt lélegzik, legtöbbnek van magja, sejtmagja. És hogyha nem lélegezne, ha elszigetelődne, meghalna. Tehát az ember hiszi csak azt, hogy olyan mértékben meg tudja különböztetni magát a környezetétől, hogy egy ilyen titánium falszerű abszolút határt von, és ez a korlátottság. Az, hogy én följebb való vagyok, vagy lejjebb való vagyok, mint a másik. Abszolút. Én jobb vagyok, a másik rosszabb. Általában a saját túlélő ösztönünk mondatja az első ilyet velünk, és aztán ahogy abszolút értékűnek kikiáltott kijelentéseket teszünk, úgy az egófal egyre vastagszik. És amikor az ember már tele van személyes dogmatikával, ideákkal, akkor a környezete számára általában elviselhetetlenné válik, és ekkor azt mondjuk, hogy micsoda egoista, csak magára gondol. Észre se vette, de tényleg csak magára gondolt, csak ő van a saját univerzumának a középpontjában, és ezért a személyiségét megmérgezte a saját önképe. Többféle kórisme is van, narcizmustól kezdve a különböző egyéb mentális deformációkig. Nézd meg, hogy a pszichopata az honnan van. A psziché, mint lélek, és a pátosz, mint szenvedély. Tehát, hogyha valakit a saját önközpontúsága, a saját szenvedélyközpontúsága, a saját érzékszervekhez kötöttsége nagyon önközpontúvá tesz, akkor ez a fajta szenvedély megmérgezi a lelkét. És akkor elfeledkezik mások érzéseiről, mások gondolatairól, mások helyzetéről, mások életéről. És a pszichopata pont ilyen. Úgyhogy ha a sejt lélegzik és nem titániumfallal zárja le magát a külvilágról, akkor a kölcsönhatás által tanul és felejt. Megismeri egy másik sejt életét. Megismeri az egész gazdatest életét. Tehát a személyiség az a lélek normális létmódja, az egoitás az a lélek abnormális létmódja, és a kettő között ennyi a különbség. Pillanatokat váltasz. Értjük?
Tehát mihelyt az egoitást föloldod, mert az abszolút értékű, kőkemény dualitásoktól elkezdesz megszabadulni, mert ezért jó, hogy adva itt a út erre, a személyiség elkezd lélegezni. Elkezd az egész fluktuálni, a szó jó értelmébe kölcsönhatni. Oké? Okay? És megtartjuk az integritásunkat, mert egy következetes erkölcsi és etikai értékekkel bíró személyiségre szükség van. Azt viszont, és legalábbis a zen vagy a nem én, fix én nélküliség tanítása kimondja, hogy ennek minden darabja épített. Tehát nincs egy darab sem, ami abszolút értékű, fix, sorsszerű valami lenne. Minden karma feltételhez kötött, tökéletlen, és kölcsönösen függ egy másik karmától. Ez a kölcsönös függés, ez nagyon fontos. Miért? A pszichopátiából általában függés vagy szenvedélybetegség következik be. A kettő között óriási átfedés van. Mindez azért, mert nem létezik igazi híd közte és a világ közt, ezért önmagában kell energiát gerjesztenie, mert a külvilágtól nem kap. És ez is a szenvedélybetegség egyik elképesztő forrása, hogy nincs boldogság számára, csak égés és izzás, mert ezzel tudja azt az energiaszintet egy ideig fönntartani, amit a boldogság helyére behelyettesít. És ezért van óriási felelősség az embernek, hogyha egyszer ki tudta mondani azt, hogy én, akkor abból egy normálisan működő személyiséget csinálja, mert rájön önnön nem létezésére, vagy eredeti nem létezésére, hogy minden ízében újraépíthesse önmagát. Ha pedig ezt nem teszi meg, akkor az én képből csinál egy fix, abszolút értékűnek kikiáltott egoitást, hogy én ez vagyok, én ilyen vagyok, engem így tessék elfogadni, szeretni, figyelni, táplálni, dudlisztatni, eltemetni, mert én csak ez lehetek, kész. Mert engem ilyennek teremtettek. Hogy kicsoda, micsoda, most teljesen mindegy. Tehát a változásra való képtelenség az azt jelenti, hogy magamban a teremtőt nem fedeztem föl. Nem fedeztem fel az avatáromnak a teljes mulandó feltételhez kötött és tökéletlen voltát. És ez erre való ráébredés, ez a felébredés folyamának egy nagyon komoly része. És ezért is vannak kevesen ebben a szakmában, mert az önmagadra való rálátás a legfájdalmasabb. Az önképtől való mentesség az az egyik legritkább dolog, amit egyetlen történhet. A zen ezt úgy fogalmazza meg, hogy hallod a madárcsi csergést? Ez kellett én. Kellett te. Kellett bármiféle abszolút idea? Ez kellett tanulni? Ez kellett diplomázni? Ez kellett ideákat, vallásokat, tudományt és egyebeket alapítani? Lepecsételni? Nem. Tehát ez anélkül is megy. Tehát van egy ilyen költeményünk, a Csaklás 185-ös a gyűjteményben része, megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Na, a nyugat itt löki le a gépszíjat. Hát itt van a biztosíték kiverve teljesen. Hogy ez a nem tudható, de tapasztalható önvaló, bodhicitta, vagy ugye buddha természet, ez nem férsz hozzá tudással, gondolkodással, nem, tapasztalással, igen. És a tapasztalásról lehet egy pár gondolatot elmondani, de hogy hallottad, a magas szintű állapotokról nem lehet beszélni, mert egyszerűen szó nem fér hozzá. Tehát döntsük el, hogy az én kép az honnan jön. Hogy személyiséget akarunk mögé tenni, vagy egoitást akarunk mögé tenni, mert az a léleknek a kétféle üzemmódja. És az egyikből önzés, szenvedés, vakság, kabzsiság, harag és egyebek lesznek, ez az egoitás képzete. A normális személyiségből pedig egy normális, együttműködő társadalom, család, párkapcsolat és egyebek. Ezt kell dönteni. És erre kell ráébredni. Köszönöm. Szívesen. Én néha azt érzem, hogy például a munkahelyemen a munkatársaimmal elég gyakran előfordul, hogy így azt érzem, mintha minden érzelem és minden feszültség így rajtam menne keresztül, hogy így túl sokat érzek az emberekből. És hogy hogyan tudom ezt az integritást megőrizni, hogy ne az legyen, hogy mindig az emberek, meg a környezetem formálja azt, hogy éppen hogyan érzem magam. A színházban vagy, akkor hogy szoktál viselkedni? Mikor látod, ott ülsz a nézőtéremben, vagy a történetben?
hogy reagálsz, ott is a színészek minden terhét magára cipeled, az egész drámát viszed haza? Nem. A munkahelyét se vigyed haza. Tulajdonképpen abban ki is merülhetsz, hogy a környezetednek a szennyes ládájává válsz. Lehet, hogy így egy pontos személyiséggé válhatsz, hogy befogadó vagy és elfogadó vagy, de legyen neked saját szemetes vödröd odahaza, ahol minden nap leüríted ezeket a tartalmakat, mert színdarab az egész, és a színdarabot pedig nem szabad komolyan venni. Az együttérzés mellé azért erő kell. Tehát az a fajta állóképesség, ami a nem azonosulásból fakad, és itt van ez az idézhető gyönyörű történet, hogy ne vidd haza a színházból a színészek karmáját. Tehát ha azonosulsz azzal, például az érzelmeiden keresztül, amit a környezetedben tapasztalsz, akkor van az, amit említettél, hogy ezeknek a hatásoknak a következményévé válsz. Hát tessék szíves lenni, megszűnni ilyen kis hulló levélnek lenni a szélviharban. A gyökeresség azt jelenti, hogy nem válsz a környezeted következményévé, de emellett minden rezdülését gondolatilag és érzelmileg felfogod, de nem követed. És a megfelelő helyzetfelismerésből megfelelő kapcsolatteremtés és megfelelő cselekvés lesz, amely mondjuk a mi kis szakbarbár zenvilágunkban azt jelenti, hogy hogyan ébredsz föl és segítesz másokat is a felébredés felé. Pont. Így. Még talán egy gondolatot hozzátennék. Nálunk kifejezetten a meditáció tantárgynak része az, hogy az ember igyekezzen minél kevesebbet tömegben tartózkodni, és ha lehetséges, akkor a spirituális közegben tartózkodjon többet, és ez az egész estére, az egész este témájával is foglalkozik, hogy ezt a rezgést, amikor leültem itt, amikor ide beérkeztem, ez a rengeteg meditáció, ami ebbe a szobába már valaha is történt a hosszú évek alatt, csak leültem és elszálltam. Azt hittem, hogy az lenne a legjobb, ha nem szólalna meg ma este senki, én se. És ha benn vagy a munkahelyen, akkor a hétköznapi dolgok, a pletykák, a nemzetközi helyzet, az egész húz téged lefelé, szívja lefelé az energiádat, és ha nincs neked egy erős belső magod, egy csatornává nem válsz, ami állandóan öntöltő, akkor Duracell nélkül mész haza, és már gyakorolni se tudsz. Viszont ha fogod magad, és azt mondod, hogy kerülöm azokat a helyzeteket, ahol ezek a lehúzó beszélgetések, viták vannak, és csak jelzed a közösségnek, hogy most én szeretnék dolgozni, most én szeretném csinálni a dolgomat, ne haragudjatok, én szeretem a csendet és a békét, viseld el akár, hogy hülyének néznek, én ezt 40 évig játszottam majdnem, hogy nem érdekelnek bizonyos dolgok, hogy ki kivel, mikor és hányszor, és miért, és szépen fogtam magam, visszajártam oda, ahova feltöltődhetek, és minél több időt töltesz ott, ahol feltöltődhetsz, annál gyorsabban fejlődsz fölfelé. Az indiaiaknál azért van ez a mantra, amit már sokszor elsütöttem itt a zenelőadásokon, ez az Aham Brahmasmi. Én a tiszta tudat vagyok. Minden más módosulásom valótlan, tehát nem munkatárs vagyok, nem igazgató vagyok, nem ez vagyok, nem anya vagyok, nem apa vagyok, ezek az én szerepeim. A valódi természetem a tiszta tudat. És ebben azt hiszem közösek vagyunk, mind a két szervezet, hogy a tiszta tudat, mint végcél. Vritti-vritti hátán. Vritti-vritti hátán. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Utolsó mondatként, aztán tényleg már továbbadjuk. Egyetlen egy ilyen kis használati utasítás jutott még eszembe. Osztozz velük a fényben, de ne osztozz velük karmájukban. Ez valahonnan származik, most már nem tudom, hogy honnan, de ha ezt nézed, akkor tényleg úgy lehetsz velük, köztük,
hogy a karmáikat nem veszed magukra.